nyugodjanak meg, vagy idegeskedjenek, ha ilyen fajtájuk van. Olyan kutya még nem született meg, amelyik a farkas medvét meg tudná állítani. A hagyományos állatkert arról szól, hogy bemutatja az állatokat a maguk valóságában, de én ezt úgy érzem, hogy ez borzasztó kevés. Itt vannak a medve otthonban, és azért feltett szándékunk, hogy mi a Predator programokon tájékoztatjuk önöket arról. A medvével sanszos, hogy összefutnak. Ilyen a világon sehol nincs. A maci a plüss állat, amelyik itt kapható kint a boltosoknál. Önök az Erdélyben nem macival találkoznak, hanem medvével. 11 éve indult a Predator program. A medve picikortól tudja, hogy ő a szárazföld legnagyobb ragadozója. Bárkiből bélyeget csinál az avaron. Ez annyiban egyedülálló itt a medve otthonban, hogy itt ilyet Európában sehol nem csinált senki soha. Minél nagyobb egy medve, annál nyugodtabb egyébként. De én úgy tudom, hogy a világ más tájain sem. Le tudom ütni a medvét? Nem. Itt azért a szórakoztatáson túl. A szárazföld legfélelmetesebb élőlénye az kicsoda? A gyerek. Egyfajta tudás próba is. A farkas a természetben 6-8 évig él, zárt körülmények között, mint a kutyafélék, 15-16 évig. Viperát, kiegyezett fakarót engedjük el, mert hamis biztonságot ad. A medve 30-35 évig él, zárt körülmények között is, és szabadon is. Picit emancipáljuk itt a nőket. Ne kezdjünk el frizurát igazítani, szelfibotot kitolni, ha medvebocsot látnak, ott veszélybe vannak. Bevonjuk a családokat. Apa egy földharcba keveredik a medvével, és sajnos az a baj, hogy apának a zsírját kiengedi a medve. Muszáj egy kicsit ilyen stand-uposra fogni a figurát. Kérem szépen, a váról indható csivava nem jó. Mindig alkalmazkodva a közönség igényeihez. A hülyembernek tök mindegy, hogy a kenyérpirítót kapcsolja be reggel, vagy megrázza a villanykapcsoló, vagy a medve csapja agyon. Igen nagy sikere van. Azt se tudom, hogy az anyóson fut a háttal mögött, vagy a medve. Egyik se jobb. Ezáltal lehet az emberek fejébe egy kis gyertyalángot nyitni. Ne utánozzák a medve hangokat, jó? Tehát engedjük el ezeket a rossz politikai döntéseket. Amelyik kézben állt, azokat Dömötör Dórával, a párommal neveltük annó. 11 év alatt több generáció felnőtt a kezeink között, de hát most az legidősebb 11 éves falkában vagyok bent, és úgy tartom az előadást. Minden hétvége, illetve minden ünnepnapon 1 és 3 órakor kezdődik ez a program. Menjenek Isten hírével, tudnak a túlélés technikáról mindent. Nagyon-nagyon örülnék, hogyha minél több ember jönne és látogatna hozzánk.